Sárvár 5 csillagos várossá válik. Legalábbis ezt mondja az önkormányzat. Nemrég mi is megírtuk, hogy a járványhelyzet és a sorozatos megvonások ellenére Sárváron zajlanak a beruházások. Eljöttünk hát a csendes kisvárosba, hogy a helyieket kérdezzük meg, ők valóban érzékelik-e a fejlődést. Én kilakok az erdőbe, Lórántfi Géza vagyok, és semmit nem segít a polgármester. Nem segítettek rajtunk senki, meg a családsegítőbe, kérdezzék meg a nem segített rajtunk semmit. Kint voltunk a mínuszfokokba, kint a bázisnak mondják. 4 vagyunk ott kint. Hajléktalan szállót se adtak, és azt mondták nekünk, hogy menjünk el Szombathelyre, a hajléktalan szállóra. 28.500 nyugdíja. A környező faluból jöttem, de láthatóan fejlődött mindenféle szempontból. És példát tudna mondani, hogy mi az, ami elkészült? És... körül kell nézni itt, most a csónakázótól körül, meg a szállodák, éttermek bővültek, parkok, terek szépültek. Hát itt lendül a Sárvár, hiszen látják új utak itt. Tetszik egyébként, ami itt történik a város? Valami tetszik, valami nem. Mi itt lakunk azért, az a csónakázótól környéke most szép lett. Itt lakunk a barna kockával. Nincsen kívül, de hát az mondjuk szép. Most már Sárvárnak más nem kell, mint az egy körforgalom a hegy felé. Igen. Én azt mondom, hogy az utolsó 15 évben, mióta fideszes vagy 20 évben a város, azóta fejlődik. Ott főleg a csónakázótól körül nagyon szép dolgok épülnek, illetve rengeteg szálloda a Rákóczi utcán. Másfél évre elköltöztem Sopronba, és azt mondtam, pedig Sopron is nagyon szép város, hogy visszajövök, mert itt még a fák is ismernek. Mindenki ismer. Én mindennel nagyon meg vagyok elégedve. A polgármesterrel kitűnő egy ember volt egész eddig. Én nekem minden nagyon szép, meg minden nagyon jó. Én nekem nagyon tetszik, hogy Sárvár egy kicsikét fellendült. És kell is. Fejlődik igazából most is, ugye a csónakázótó tavaly felújították, akkor itt a postatér is. Szóval szerintem fejlődik Sárvár. A sárváriak életminőségére, így a mindennapokra szerinted javulás jellemző? Hát szerintem igen. A fiataloknak mennyire vonzó ez a város, így hosszú távon? Igazából a köztereken igazából el tudtunk lenni, jól szoktuk magunkat érezni. Szerintem egész jó. És így a jövőre nézve, most nem tudom mennyi idős vagy. 17. 17. Tervezel tovább tanulni valahol? Igen, most is éppen érettségim vagyok. És tehát így, hogy mennél tovább tanulni, meg ilyesmi, mekkora esélyt látsz rá, hogy egyszer majd visszatérsz Sárvárra, és Sárvárig leszel? Én nagyon szeretem ezt a helyet, szóval annyira nem is akarom elhagyni. A fiataloknak szerintem nem, inkább a turistáknak, mert itt Sárváron egy bulizó hely sincs, érted? Akik így kisebb dolgokat akarnak, azok megoldják, de legtöbben Szombathelyre mennek, vagy Győrbe, vagy Kőszegre. De szerintem ez egy nagyon szép turistaváros lesz. Egész nagyon sok felújítás van, így hoteleknél is, meg társasházaknál. Úgyhogy szerintem szép.